egészség, klímaváltozás, fenntarthatósági témahét a Lőveiben. Menő menza, 26 millió forintból lett új étkezője az iskolának. Emléktáblát kapott a legsikeresebb magyar kardvívó, Jekelfalusi Piller Györgyre emlékeztek. Ökológia menetleveles pecsétgyűjtő, az év európai fája, program a családoknak a környezettudatosság jegyében. Köszöntöm a nézőket, Önök közéleti magazinunkat, a Központot látják, tartsanak velünk! Globális felmelegedés, vízhiány, csökkenő energiakészlet, klímaváltozás. Ezek a veszélyek fenyegetik földünket, ha nem változtatunk szemléletünkön és magatartásunkon. Mivel a szemléletváltásra a fiatalok a legfogékonyabbak, fenntarthatósági témahét elnevezéssel országos akció indult, melyhez a pécsi Lővei Klára gimnázium is csatlakozott. A legkorszerűbb digitális technológiák alkalmazása korántsem elégséges feltétele annak, hogy Smart City koncepciót valósíthassunk meg. Egy település csak akkor lehet okosváros, ha például a közbiztonság vagy a személyes életkörülmények is rendezettek. Az okosváros fogalmával, a megvalósítási lehetőségekkel és a fiatalok szerepével ismerkedhettek meg interaktív előadások során a lővei is diákok a fenntarthatósági témahét egyik napján. Az én kutatási területem nagyon szerteágazó, ez nekem egy nagyon friss kutatási terület, többnyire a kolléganőmmel, a Smeller Dalmával szoktunk ezen dolgozni és így bekapcsolódni ebbe a kutatási fázisba. És véleményem szerint nagyon érdekes a téma, és nagyon napra kész. Nagyon fontos, hogy alapvetően minden ember tudjon erről. A középiskolások pedig hát az a generáció, akik tudnak változtatni még, bennük van a lendület, és mindenképp fontos. Hát ez a felkérés, ez kívülről érkezett, ugyebár, és nagyon szívesen megyek mindenhova, hova kell, és szeretném, hogyha a mentalitásukba akár a középiskolások, akár későbbi évfolyamok is meg tudnának változni. Mi csak lokálisan tudunk ebben közreműködni, véleményem szerint ilyen nagyon kis léptékben, akár mi csak egy hulladék gazdálkodásban tudunk okosabban dönteni, takarékoskodni tudunk, alternatív közlekedési eszközöket használni, és hát a nagyobb koponyák feladata az, hogy a technológiai fejlődés és a szükséges anyagi forrás rendelkezésre álljon. A közösségi közlekedés, a víz, az egészség és jóllét, a fenntartható városok és közösségek, valamint a klímaváltozás témái köré szerveződött az idei fenntarthatósági témahét, melyhez a Lővei Klára gimnázium is csatlakozott. Magyarországon negyedik éve elindultak azok a projekthetek, amik azt gondolom, hogy nagyon előremutató kezdeményezések, mert nem csak tartalmilag, hanem formailag, pedagógiailag is nagyon fontos, hogy a gyerekek ne csak hagyományos órákon hallhassanak ezekről a témákról, hanem projektek segítségével beleszólhassanak, játszhassanak, interaktív módon vehessenek részt a tanulásban. Úgyhogy Magyarországon van fenntartható témahét, van digitális témahét, és van pénzügyi tudatosságot fejlesztő témahét. A Lővei idén a fenntarthatósági témahétbe kapcsolódott be. Tegnap Áder János köztársasági elnök úr tartott nálunk előadást a víz témájáról. Részt veszünk a virtuális erőmű programban, amit ezt nagyon fontos kezdeményezésnek tartok, és a mai napon pedig a 10. évfolyam összes tanulója az okos városokkal foglalkozott. Nekem óriási élmény volt köztársasági elnök úr előadása, már csak azért is, mert híres arról, hogy klíma előadásokat tart, azt hiszem már legalább 70 intézményben tartott, de azt nem gondoltam volna, hogy a mi kérésünkre kimondottan ennyire lővei specifikussá teszi az előadását. Nálunk elindult szeptemberben egy kis vizes csapat, akik a vízzel foglalkoznak teljesen önkéntes alapon, és az ő kezdeményezésük volt az, hogy legyen két szűrőberendezés, legyenek tartós palackok, amiket meg lehet tölteni ezekből, és ők hívták meg a köztársasági elnököt, azzal, hogy nekik van egy olyan kezdeményezésük, hogy legyen PET palackmentes a lővei. És ez neki nagyon megtetszett, ezért fogadta el a meghívást, és szeretné azt, hogyha ez országos programmá válhatna. Úgyhogy ez nagy élmény volt, de a mai napon az okos városok témája nekem is fölkeltette az érdeklődésemet. Ugye ezért kétszer is meghallgattam Judit előadását, nagyon élveztem, és az elgondolkodtatott, hogy szerintem nem vagyunk ettől messze. Összefogással,
különböző szervezetek, emberek akaratából szerintem gyorsabban is haladhatunk. Az Okos Város program különlegessége, hogy a legkisebb településektől a világvárosokig mindenkit érint. Idéntől kezdve az egyetemmel is felvettük hivatalosan a kapcsolatot, és azért van most egy vendég előadó nálunk, a Péterfi Judit, aki egy doktorandusz hallgató és az Okos Városokról tart előadást, foglalkozást, ami nem csak egy előadás, hanem egy kis interakció is van benne. Az utóbbi néhány évtizedben ugye a fenntartható fejlődés az valahogy belekerült a köztudatba, csak még nagyon kevesen tudják, hogy tulajdonképpen ez mit is tartalmaz, csak ilyen foszlányokat tudnak az emberek róla, és hát a tananyagba is bekerült, ezért gondoltuk, hogy külön órákat fogunk, vagy külön foglalkozásokat szervezni. Az egyre növekvő feladatok kezeléséhez, megújuló energiaforrásokra, a hulladékok szelektív gyűjtésére, úgynevezett intelligens épületekre, mint például a Szent Ágotai János Kutatóközpont, valamint új műszaki megoldásokra, mint az elektromos töltőállomások és az e-bringa rendszer van szükség. A technika tantárgy tanterve ételkészítést is tartalmaz, de az is fontos, hogy a gyerekeket megtanítsák az egészséges ételek elkészítésére és az ízléses asztalterítésre is. Pécsett a Siebert Róbert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pályázott és nyert a Menő Menzák programban. Közösségi összefogással a Menő Menzák az iskolákban pályázat eredményeként a diákokat szolgáló fejlesztés valósult meg a Siebert Róbert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. Az új tankonyha csaknem 20 millió forintból, és természetesen a pedagógusok és a szülők közreműködésével, a Pécsi Életmód Egyesület szakmai koordinálásában, a Pécsi Tankerületi Központ 6 millió forintos segítségével valósult meg. Egy vadonatúj térrel gazdagodott az iskola, a tankerület körülbelül 6 millió forinttal gazdagította ezt a beruházást. Egy gépészeti, villanyfelújítás, festészet, új ajtók, nyílászárok betétele történt, és ebbe az új térbe tudtuk belerakni a Menő Menza pályázat által elnyert vadonatúj bútorokat, gépeket, eszközöket, amelyekkel a gyerekek egyrészt az oktatását, nevelését tudjuk színesíteni, az egészségtudatos gondolkodásukat, cselekedeteiket tudjuk formálni, és a keleti város részben úgy gondolom, hogy ez különösen nagy haszonértékkel bír, hiszen itt többnyire egyoldalú táplálkozást folytattak a gyerekek, és most kinyílik számukra egy gazdag, másfajta világ, máshogyan fognak az étkezésükről is gondolkodni. Mai naptól birtokba vesszük, a pályázatnak van egy nagyon szép ütemterve, elkezdődnek a sütések, főzések, közösségépítések, hiszen jönnek a szülők, nagyszülők, cserélik a recepteket, és egy közösségi térként is fog. Be fogjuk hozni a zenét, zene mellett fogunk sütni, főzni, énekelni, és reméljük, hogy nagyon egészséges ételeket fogunk enni. A Menő Menzák az iskolákban pályázat keretében támogatás igényelhető a tárgyi körülmények javítására is, tehát edények, tálcák, kisgépek és bútorok beszerzésére. Ezt egészítette ki a tankerületi hozzájárulás. Tehát azt lehet mondani, hogy a jó elképzeléseket megpróbáljuk támogatni. Egy tankerületnek nem az a feladat, hogy beruházásokat végezzen, de a jó ötleteket a saját anyagi keretek mellett, ahogy rendelkezés állnak a pénzek, azt támogatja. Tehát tulajdonképpen itt is úgy voltunk ezzel, hogy egy olyan ötlet indult el, amit érdemes, még hogyha nehézségek árán is, és hát ez egy év alatt megvalósult, mert ugye pénzügyileg ennyi idő kellett, hogy ez teljesen elkészüljön. A nyertes pályázat tervezésében, a pályázattal kapcsolatos feladatokban is pedagógusok, szülők és a Pécsi Életmód Egyesület munkatársai dolgoztak együtt, bevonva a diákokat is. Nekünk a Pécsi Életmód Egyesületnek az a feladata, hogy koordinálja a menőmenzás pályázatot itt az iskolában. Dietetikusunkkal közösen állították össze azt a menüsort, amit meg is főznek a gyerekek iskolai órákon belül, különböző foglalkozás keretében szülőkkel, illetve a pedagógussal közösen. Nagyon fontosnak tartom kiemelni azt, hogy az iskola gondolta arra, hogy ugye szakember dietetikust vonnak be, és a pedagógus is itt maradt, hisz a pedagógus ért a gyerekekhez, a dietetikus pedig a táplálkozáshoz, és ez egy nagyon jó együttállás. És ugye mivel nekünk nagyon nagy tapasztalatunk van a rendezvényekben, a szervezésben, ezért nem csak a
nem csak abban tudunk együttműködni, amikor ugye a főzések zajlanak, illetve az érzékenyítő foglalkozások, hanem az egészségnapok, sportnapok, ezek majd mind most fognak következni, ugye a tankonyha átadásra került, és szépen még az elkövetkezendő évben nagyon sok minden fog itt megvalósulni az egészséges életmód jegyében. A keleti város részben található tankonyhában az iskolai foglalkozások mellett havonta kétszer dietetikus segít majd a sütés-főzésben, az alapanyagok megismerésében, valamint hasznos tanácsokkal látja el a pedagógusokat, tanulókat és szülőket egyaránt. A kétszeres olimpiai bajnok kardvívó, katona vívómester Jekelfalusi Piller György abban a magyar hadiapródiskolában végzett 1917-ben, mely a Pécsi Tudományegyetem általános orvosi kar helyén állt. Jekelfalusi Piller György az 1956-os Melbourne-i olimpiáról már nem tért haza, de az Egyesült Államokban oktatta a hontalan magyarokat. Az akkori kormány döntése miatt még meghalni sem térhetett haza. Most emléktáblát avattak a tiszteletére. Magyar lélekkel, erős magyar akarattal. Ez a felirat hirdeti Jekelfalusi Piller György nagyságát a most felavatott és megszentelt pécsi emléktáblán. Minden idők egyik legjobb vívója a kétszeres olimpiai bajnok Jekelfalusi Piller György, a pécsi Szigeti úti hadiapródiskola elvégzése után lett zászlós. Az első világháborúban az olasz és a román fronton is harcolt. Szokatlanul későn derült ki, hogy tehetsége van a sporthoz. A 20-as évek végén került a fővárosba és kezdte meg rövid, de rendkívül sikeres pályafutását. Jekelfalusi Piller György emléktábla avatójára eljött egy leszármazottja is, aki rendkívül büszke a családi hagyatékra. A mai kor emberének Jekelfalusi Piller György üzenete, én úgy érzem, ismerve az ő fiatal korát, hiszen 18 évesen elveszti az édesapját, egyedül próbál az életben boldogulni, és felismerik benne a tehetséget, a tehetség mellé pedig a szorgalom és az akarat győzelme, az a 32-es Los Angeles-i olimpia, amivel gyakorlatilag mindannyiunkat, magyarokat megörvendeztetett, és ez egy örök dicsőség neki, és nekünk pedig egy boldogság. Óriási elégtétel számára, nekünk a családtagjainak egy nagyon nagy öröm, és nagyon boldog vagyok, hogy itt lehettem, és nagyon szépen köszönöm a szervezőknek, hogy egyáltalán ezt meg tudták rendezni. Boldogság a szívem. Nagyon boldog vagyok. A Magyar Szabjavívó Iskola 2012-ben alakult. Az iskolák egységes tananyaga megegyezik a klasszikus magyar szabjavívó iskolák legjobb hagyományaival. A szabja használatának az évszázados harcok során a csatatereken kikristályosodott tudása később sporttá válva, a magyar sportolókat is hosszú évtizedeken keresztül méltán juttatta a világ élvonalába. Az iskola képviselői rövid bemutatót tartottak az ünnepségen. Piller Györgynek az egyetemes magyar üzenete az nem csak a kardvívóknak üzenet, hanem minden olyan magyar embernek, aki nem csak állampolgárságát tekintve, hanem a szívében is igaz magyar. Hiszen 14 évesen itt kezdett el vívni, Toller Antal és Kamilli Frigyes fővívómester keze alatt itt kapta meg azokat az alapokat, amiből aztán később Borsodi László fővívómester, a Magyar Királyi Sportoktató Tanfolyam hallgatójaként tényleg gyémántot csiszolt belőle és olimpiai bajnokságig emelte Jekelfalusi Piller Györgyöt. Az időtlen magyar és egyetemes érték az, hogy ha valaki hitet tesz valami mellett, akkor magyar lélekkel, erős magyar akarással bárhova eljuthat, legyen az katonatiszt, akár sportoló, akár katonasportoló, legyen az vívó, akár katonavívó. Élete utolsó napjáig tanította a tanítványit, sőt utána is, mert amikor haldoklott még ugye Magnetoforra, a magyar kardiskola, az igazi magyar kardjolásnak a leckét felmondta. Én azt hiszem, hogy ha van fontos üzenet és van időtlen üzenet, akkor az, hogy magyarként bárhová is vessen a világ, mindig magyar maradj, magyar, igaz magyar. A legsikeresebb magyar kardvívó Jekelfalusi Piller György az 1956-os Melbourne-i olimpiáról nem tért haza. Az Egyesült Államokban telepedett le és oktatta a hontalan magyarokat. Súlyos, gyógyíthatatlan betegen is edzősködött, majd miután az akkori magyar kormány nem engedte haza, 1960. szeptember 6-án San Franciscóban hunyt el. Idén negyedik alkalommal rendeztek bor- és stifolder mustrát Gödrén. A baranyai településen ezúttal 68 bor és 43 kolbász, illetve szalámi mintát kóstolt a zsűri. A nevezők arany, ezüst és bronz minősítésben részesültek. A díjazottak mellett pedig gazdára talált a legeredményesebb borász cím is, melyet az összesítésben legjobb pontszámot elért borász kapta meg.
A hosszú évtizedekre visszanyúló borverseny hagyományát folytatva, és azt ismét új elemmel kiegészítve, bor és stifolder mustrát rendeztek Gödrén. A díjátadó ünnepségen minden nevező részesült arany, ezüst vagy bronz minősítésben. A zsűri 68 bor mintát értékelt. A tapasztalat az, hogy minden évben javulnak a borok minőségei, viszont idén az eltartással voltak kisebb problémák, illetve a születéreinek a meghatározásával, és ebből adódottak olyan problémák, amik sajnos a bor minőségét rontották jelentősen. A pontokat egy 20-as számrendszerben zsűriztük, itt az illatot is külön figyeltük, a tisztaságát a bornak, az özbenyomást, összesen 20 pontot kaphatott az a bor, amelyik tökéletes volt. Megmondom őszintén, hogy ilyen nem volt. De aranyérmes borok voltak, és természetesen volt 19 pontos bor is. Az, én azt gondolom, hogy már nagyon jó bornak számít itt a környéken is. Ezeken a vidéki borversenyeken az a jellemző inkább, hogy előző terméséből nevezik a borokat, tehát óborok vannak ritkábban, az óborok is maximum egy évesek. Ennek több oka is van. Elsősorban az, hogy a boroknak az eltartását nem tudják úgy garantálni, tehát itt még nagyon ritkák a varikordok, nagyon ritka az egyéb reduktív borérlelési módszer, egy-egy acéltartály van, de a boros gazdák még valóban boros hordóban tartják a borokat pince mélyén, és ezért itt inkább ezek a hagyományos borok kerülnek nevezésre. A kolbászt, szalámit nevező versenyzőket szintén elismerték. A stifoldereket bíráló zsűri 43 terméket kóstolt. Harmad magammal ízlettük meg ezeket a kiváló termékeket. Ugye kolbász, szalámi és stifolder termékeket kóstoltunk meg. Ugye különböző érzékszervi vizsgálatok alapján bíráltuk el. Ugye az általános megjelenés, özbenyomás, a szín, az illat, az íz, a rághatóság, és a végén egy özbenyomás a termékről. Tehát ez alapján döntöttük, és ugye három kategóriában bíráltuk el ezeket a termékeket, ugye bronz, ezüst és arany kategóriákban. És a 43 kategóriában, ha jól emlékszem, úgy volt a megosztás, hogy 10 aranyérem, 6 ezüst és 27 bronzérem született, tehát így jön ki a matekban a 43 minta. És elsősorban nagyon jól szerepeltek azok a szalámik, amelyekben vagy keverben volt szarvashús, vagy teljes mértékben szarvashús szerepelt. Többségében sertéshús, tehát azt mondom, hogy 70-80%-ban sertéshúsból készült. Volt olyan egy kuriózum, hogy szamárhúsból is készített egy versenyző terméket, illetőleg volt egy olyan újdonság, egy ilyen reform konyhának tekintető, hogy úgy nevezték, hogy galbász, ami gyakorlatilag gabonafélékből készült, tehát hús nem látott. Ez egy elég érdekes termék volt, és hát aki nem szereti a húst fogyasztani, annak ajánlom, de mondjuk én mondjuk hússevő vagyok, én inkább szeretem a hagyományos termékeket. Arra oda kell figyelnünk, hogy ugye arányosítani is kell, hogy az elején egy ember kóstol egy relatíve jót, és utána valahogy ahol egy pont számozni kell, tehát ez nehézséget okozott, illetőleg voltak csípős termékek. Tehát a csípős termékeket is inkább a vége felé kell megkóstolni, mert hogyha elején kóstoljuk meg, ugye azzal annyira az ízlelő bimbókat az lezsibbassza, hogy utána elég nehéz utána helyre rázni, hogy tudjunk megfelelően értékelni a termékeket. Nyilván a kóstolás közben fogyasztottunk kenyeret, illetőleg szénsavmentes ásványvizet, hogy ezt is próbáljuk mindig letisztítani a ízlelő bimboinkat megfelelően. A Baranyai településen idén negyedik alkalommal szervezték meg ezt az eseményt. Borversenyt már közel 50 éve rendeznek Gödrén, viszont 2016-ban gondoltuk egyet, és ezt kiegészítettük szalámival, kolbásszal, egységes néven stifolderrel. És ahogy a nevezési számok alapján ez látszik, szeretik az emberek, és egyre többen neveznek stifolderrel is. Idén 68 borral neveztek, és 43 szalámival, vagy stifolderrel, tehát ugye itt van kolbász, van szalámi, mi egységesen stifoldernek hívjuk, örülnek, hogy egyre több a szalámi és a bor mellett. A borok tekintetében gödreiek, sázsiak, igal és környéke, tehát lehet azt mondani, hogy ebben átfogunk három megyét, tehát három megyéből hoznak mintákat, kolbásznál és szaláminál is szintén, hiszen onnan például Villányból is érkezett minta, ami nem mellesleg arany minősítést kapott. A zsűri tagjai egyrészt ugye szakemberek,
Illetve kezdjük a borral. Ugye a Bor Zsüli elnöke Gere Attila volt, Gere pincészet tulajdonosa, Villányi borász. Nagyon jó kapcsolatunk van vele, és meg felkértük, hogy elvállalná, és természetesen igent mondott. Aztán Urvald Péterő Sázsol érkezett, szintén szakértő, Szabó Attila Igalból, szintén szakértő, Palancsa László Kaposvárról, szintén szakértő, illetve szokás, illetve hagyomány az, hogy az előző évi legjobb gödrei borász is helyet kap a zsűriben, aki most Szarka László volt. Szalámi tekintetében pedig Kométával ápolunk jó kapcsolatot, hiszen a töpörtyű sütőversenyre is tőlük vásároljuk be az alapanyagot. Onnan Holosi Tibor érkezett, aki a Kométa ügyvezető helyettese, beszerzési igazgatója, ő volt a zsűri elnöke, illetve a zsűriben még helyet foglalt Urvald Péter és Fehér Ferdinánd, aki nem mellesleg borász is. Idén is gazdára talált a legeredményesebb borász kitüntetés, ezúttal Kreka Bálint nyerte el a címet. A vándordíjat az összesítésben legjobb pontszámot elért borász kaphatja meg. Az eredményhirdetés után kötetlen beszélgetéssel és vacsorával várták a vendégeket a Gödrei Művelődési Házban. Menetleveles pecsétgyűjtő játékon vehettek részt a családok hétvégén. Az ökológia iránt elkötelezett szervezetek tevékenységének bemutatása mellett színes programokkal várta az érdeklődőket a Pécsi Kulturális Központ. A rendezvényen hirdették ki a rajzpályázat győzteseit is, melynek témája idén a Havihegyi Mandulafa volt. Madarakkal, emlősökkel, növényekkel, de még mamuttal is megismerkedhettek az érdeklődők a Zöld Családi Napon, amit a Pécsi Kulturális Központ szervezett. A gyerekek komoly feladatokat kaptak. Ma majdnem az összes állomáson voltam, ez az utolsó. Itt most 10 tiszta vizet össze kell gyűjtenem, és 4 halat, és akkor megtisztítem a Tiszát. A menetleveles pecsétgyűjtő játékra bárki benevezhetett, aki kíváncsi volt a helyi zöld szervezetek tevékenységére. De ez egy szokásos programja a Kulturális Központnak. Régóta megrendezzük, Zöld Családi Napnak hívjuk, és hogyha végignézték azok, akik ma itt voltak, láthatták, hogy nagyon sok mindennel vártuk a kisgyerekeket, nagyobbakat, és azt hiszem, hogy mindenki jól érezte magát. Szerintem legalább 300-an voltak, a sorsolás van még vissza, úgyhogy itt volt a Természettudományi Múzeum az új kiállítással, a Mamuttal, Madártani Intézet, a Ökováros, Ökorégió kis kézműves foglalkozással, Ökotársasjáték, Nagytársasjáték, kutyasimogatás, illetve más kisállatok simogatása, zeneóvi, ringató, úgyhogy azt hiszem, hogy tényleg a legnagyobb körben itt voltak azok a családok, akik ma ráértek, és a szép idő ellenére minket választottak. A délelőtt folyamán többek között volt még tai chi bemutató, élményzóna, zöld társasjáték, legószoba és a rajzverseny eredmény hirdetése is. De az időben is visszarepülhettek a gyerekek, hiszen a Janus Pannonius Múzeum jóvoltából megnézhették a pécsi mamut maradványait, illetve a kortárs állatok ős maradványait is. A mai napra mamutos bemutatóval készültünk, elsősorban a jégkorszaki állatokról és a kövületekről hoztunk egy kis bemutatót, mivel a múzeumunkban egészen május végéig, de valószínűleg még június folyamán is látható lesz a pécsi mamut kiállítása. Ezt az évfája Mandulafa kampány keretében hirdettük meg, és ahhoz képest, hogy már igen vége felé járt a kampány, és kevés ideje volt a gyerekeknek, nagyon örültünk, hogy rengeteg rajz született, ami itt látható belőlük, az a legjobbaknak egy kis válogatása, és az első 6 legjobb rajz is itt szerepel a tablón, és ők kint a Mandulafa mellett, fönn a Havihegyen kapták meg a fődíjat, a többieknek pedig ma volt a díjkiosztó 10 órakor itt a Zöld Családi Napon. Az eseményen a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkájába is bepillantást nyerhettek a gyerekek. Mi is készültünk többféle gyerekjátékkal, vannak különféle fejtörők, kirakósok, rejtvények, vannak a kisebbeknek színező lehetőségek, és hát mindenféle ismeretterjesztő kiadványanyag, amivel tudunk kicsit tájékoztatást adni. Változó, van, aki nagyon jól ismeri, mert léteznek különféle programok, madarászói, madarászsuli, ilyen-olyan, ahol azért sokan megtanulják, de hát azért talán többségben vannak a laikusok,
de nem baj, azért vagyunk, hogy segítsünk és tájékoztassunk. A környezettudatos délelőttön többek között bemutatkozott még a Misina Természet és Állatvédő Egyesület, a Dunadráva Nemzeti Park, a Zöld Híd Alapítvány, az Ökováros Ökorégió Alapítvány, a PTE Botanikus Kertje, valamint a Zsályaliget is. Ez volt erre a hétre a Központ közéleti magazinunk. Jövő szerdán találkozunk. Viszontlátásra!